A középiskolások számára 21. alkalommal rendezték meg az Arany János versenyt. Ez a megmérettetés az olvasni szerető 9. osztályos diákoknak szól, akiknek 7 kiadott művet kell elolvasniuk, és ezek mélyreható ismeretéből írásban és szóban is számot kell adniuk. Mindig van a névadóról, Arany Jánosról egy alkotás, mai magyar alkotónak a műve, 19. századi alkotás és egy világirodalmi mű. A gyerekek a tanév elején megkapják az olvasmánylistát, meghirdetjük a versenyt, hiszen országos versenyről van szó, és november közepéig elolvassák ezeket a műveket. Egy írásbeli forduló alapján válogatjuk ki azt a 50 legügyesebb diákot, aki az országos döntőre eljut. Az országos döntőben is szintén van egy írásbeli forduló, összehasonlító fogalmazást kell készíteniük, és 3 szóbeli fordulóban kell a művek értelmezéséről számot adniuk a zsűrinek. Külön örömre szolgált, hogy tegnap Bereményi Géza vendégünk volt, akinek az Eldorádó című novelláját nagyon ügyesen, okosan értelmezték a döntősök. Sajnos az idén nincs tanulónk, sőt a megyéből sincs. Ez is jelzi azt, hogy nagyon-nagyon nívós, nagyon nehéz a döntőbe bekerülni. A versenyen a 21 év alatt csak kevés változás ment végbe. 16 vagy 17 alkalommal már benne voltam. Hát változott például a helyszín. Korábban így kerültem én a versenybe, a Szent István gimnáziumban volt Esztergomban. Sok alkalommal, aztán az Esztergomi Szent István Gimnáziumnak a költözésével, illetve összevonásával erre már nem volt lehetőség, és így került a verseny az Ötvös Gimnáziumba Tatára. Kelecsényi László kollégám, a Pazekas Gimnáziumnak az igazgató, volt igazgató helyettese alakította ki a versenynek a koreográfiáját, és ezt a mai napig megőrizzük. Minden évben gondot okoz, hogy milyen műveket ajánljunk el olvasásra. A gyerekek nagyon gyakran, persze tanáraik segítsége is látszik ezen, érettebbnek mutatkoznak a saját korosztályuknál. Nagyon jól fejezik ki magukat írásban és szóban is. Az írásbeli és a szóbeli fordulókon 50 középiskolás vett részt az ország különböző pontjairól. A fordulók között irodalmi műsorok megtekintésével lazíthattak a versenyzők. Ott jártunkkor Szvorak Katalin és Petrozsényi Eszter balladákból összeállított műsorát hallgathatták.